Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 31-éig. Itt lesznek fontos beszélgetések mellékutakon. Vagy ez a kígyó jelenthet egy nőt, tehát ezzel a hölggyel lesz ez a kommunikáció, mivel itt van a barátság, ez lehet egy barátnő. Itt a csillagképek szerencsét hoznak, az is lehet, hogy beszéltek spirituális dolgokról. A múltban voltak nézet eltérések, de itt javul a helyzet, megtaláljátok a helyeteket, a biztonság érzetét. Nem csak a kapcsolatokat illetően, hanem az anyagiakat illetően is, hiszen a halak jelzik a pénzügyi dolgokat, és itt lesz növekedés. A halakkal egy vonalban áll ez a levél, ez lehet egy hír, de lehet egy szerződés is, és itt változik az anyagi helyzet, javulnak a dolgok. A téli hónapokban nem volt könnyű, voltak nehézségek, de ez most elmúlik, mert a kassa elvágja ezt a hegyet, és akkor a madarak jelzik a könnyűséget. A kommunikációt, vagy lehet ének, tehát egy művészi terület is. Itt is látható egy vonalban a hűség, tehát ez a téma megmarad nálad, és a virágcsokor jelenti a művészi tevékenységeket, vagy egy kreatív alkotást. A virágcsokor lehet egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék is. Itt megvan a kapcsolat. Olyan hirtelen jön mindez, amikor nem számítasz rá. A gyermek utal itt egy új kezdetre. Azon kívül fontos döntéseket fogsz hozni, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, ami itt az utaknál is látható, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez jelenti a döntéseket. Itt megvan hozzá a remény, azon kívül külföldi kapcsolatok, utazások. Ez az utazás lehet egy belső út is, egy spirituális terület, ahol döntéseket fogsz hozni, és megvan itt a tiszta energiamező, vagy tisztázódik valami a szerelmi élet területén és az anyagiakat illetően is. Itt ez a két kártya utalhat egy szerelmes levélre, és ez a hajó utal a reményre, vagy arra, hogy ez a hír külföldről jön. Olyan hirtelen, amikor nem számítasz erre. Itt ez a fa azt jelenti, hogy megtalálod a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Meg lesz a biztonság érzete az anyagiakat illetően, és a szív ügyeket illetően is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!